Bocs, bajtás, de ez az én helyem. Oh, semmi vész, ne is törődj vele. A gyalágygút, hülye. Húzd el innen a beled! Tessék? Ne szólj hozzá! Ne is nézz rám! Csak vakart ki a seggedet az olasz bőrfotelből és takarodj a teremből, de sebben lobbal! Rajta mozgás, nagy menő! Kifelé! Csücsle. Az a véleményünk, hogy minden alkalmazott megérdemel bizonyos szintű tiszteletet. Mielőtt belevágnánk volna egy kérdésem, letette -e már valaki a bróker vizsgát? Van egy kereskedelmi engedélyem. Hm. Jó neked, te is Mi Micsoda? Miért? Nem veszünk fel brókereket, újakat képzünk. Ennyi. Gebe, szedd a cuccod és nyomás. Tehát, tessünk neki. Nem akarom az idejüket vesztegetni, remélem maguk se az enyémet. Igyekszem rövidre fogni. Aki a cég alkalmazottja lesz, három éven belül megkeresi az első millióját, világos? Inkább megismétlem, egy millió dollárt fognak keresni. A J.T. Morlinhoz való belépésük napjától számított három éven belül. Fel sem merül a kérdés, hogy az itt dolgozók milliómosok lesznek-e, avagy sem. Az egyetlen kérdés, hogy hányszoros milliómosok. Azt hiszik viccelek? Nem viccelek. Milliomos vagyok. Fura ilyet hallani, igaz? És higgyék el, kimondani is fura. Milliómos vagyok a körva életbe. És vajon hány éves lehetek? 27. Tudják, minek számítok a cégnél? Egy kisé kiöregedett rókának. A cég a maguk korosztályára számít, nem az enyémre. Szerencsémre kurva jól értek a munkámhoz, különben mehetnék a francba. Maguk lesznek a friss vér. Maguk fogják hazavinni a lóvét. Maguk a leendő nagykutyák ennél a cégnél mind pénzéhesnek látszanak. És ez jó. Aki azt mondja, hogy a pénz minden rossz atya, annak nincs egy huncut sem. Azt mondják, nem lehet boldogságot venni. Nézzék meg a széles mosolyt a képemen. Fültől fülig érő. Részletezzem? Jó. Van egy ferrari 355-ös cabrioli. Na és? Van egy nevetséges házam, a South Forkon. Meg van minden vacakom, amit el tudnak képzelni. És mindezek fölött tele vagyok pénzzel. Most már tudják, mik az esélyek. Hadd mondjam el, mi a kötelesség? Az a kötelességük, hogy dagatra dolgozzák a seggüket a cégért. Mi bajnokokat várunk, nem balekokat. A baleknek csöngetnek és megy. A balek megkérdezi, mennyi szabadság jár neki az első évben. Mennyi szabadság? Az emberek azért jönnek ehhez a céghez, csak is azért, hogy meggazdagodjanak. Ennyi. Nem barátkozni jöttünk, nem fejtünk ki jótékonysági tevékenységet. Ha nyaralni akarnak, menjenek általános iskolai tanárnak. tehát. Az első hónap a cégnél próbaidő. A fizetésük heti 150 dollár. Ha belerázódtak, leteszik a brókervizsgát, ha elvégzik, kezdő broker lesz magukból, és számlákat nyitnak a főnöküknek. Aki megnyit 40 számlát, a saját lábára állhat. A határ a csillagos ég. Egy-két szó a próbaidőről. A haverok, a szülők, a többi bróker, akárki mindenféle mesékkel tömik a fejüket, helyes. Heti 150 dollár nem egy nagy szám, de szarják le őket. Meg kell tanulni a szakmát, és ez a megfelelő alkalom. Ha átmentek a vizsgán, nem lesz jelentősége. Szarni a haverokra. Ha elmesélik, hogy 25 rongyot kerestek a múlt hónapban, nem fogják el hinni a francba velük! A szülőknek nem tetszik az életstílusom? Csesse meg apu és anyu! Meglátják, milyen érzés, mikor lerakják a foglalót egy Rolls royce -ra. Menjenek haza és gondolják meg. Gondolják meg, ez a maguk stílusa, vagy sem. Ha úgy döntenek, hogy mégsem, nézzék, nincs abban semmi kínos. Nem mindenki bírja. Kösz. De ha tényleg belevágnak, Hívjanak fel hétfőn, és beszélünk. Csak ne pazarolják a kurva időmet. Már ennyi.